Én a Galántai Gyurit ugye a 80-as évek elején ismertem meg, akkor majdnem mindenki mindenkit ismert. Hol kiállítást szervezett a Fiatal Művészek Klubjában, Cavellini neve jutott be, akinek mindenhova odaragasztották a plakátját. Hol a Iparművészeti Főiskolán találkoztunk, hol a Ricsi Kastélyban jelent meg a Magnójával, hogy az archívuma számára zenéket vegyem föl. Mert ugye, mint köztudomásról, nem csak nagyon szorgalmas alkotó szobrászművész, hanem nagyon elkötelezett lelkesgyűjtő is, amiben persze a felesége, Klonice Júlia legszorgalmasabb munkatársa, óriási segítségére van. Így a 80-as évek elején kiderült számomra, hogy ő tulajdonképpen az egyik hőse így a akkori marginális ellenálló csoportnak, hiszen a 70-es évek egyik legfontosabb művészeti szintjének a Boglári Káponának volt a szellemi atyamestere, ami miatt aztán én legalábbis úgy gondolom, hogy folyamatos rendőrségi zaklatásnak volt kitéve, nem csak akkor, hanem végül is a 80-as években is. Mert akkor szokás, hogyha valakit a rendőrök észrevettek, akkor arról nem szívesen szálltak le. De ha eszembe jut a neve, akkor mégis leggyakrabban a Komjádi utcadon mögött levő kis borozó jut eszembe, ahol egész tűrhető bort mértek, és azért én néha lementem oda. És sok akkor előfordult, hogy ő ott állt, és az A5-ös szórólapjait, újabb munkájának a terveit, vázlatait készítette. Ott beszélgettünk talán a legtöbbet és leghosszasabban négy szem közt. Tehát még egyszer nagyon először is afele gondoltam volna, hogy már ilyen tekintélyes számot írott a nevem mellé, mert ennél sokkal fiatalosabb, én nagyon örülök neki, hogy ismerhetem, és kedves Gyuri, az Isten áldjon meg, sok boldog születésnapot!